újabb munkafejeződött be egyik intézményünkben, az általános iskola Kisfaludy utcai épületében, de amit úgy tudok összefoglalni, hogy a pontos munka elegáns végeredmény. A képek alapján látható is, hogy az a munka, ami folyt a Vörös Sándor általános iskolában, ebben a lakótelepi épületben látványos javulást hozott, a melegítő tálaló konyha műszaki átadása megtörtént. A felújítás során konyhai és étkezési, étkezőhelyiségek bővültek, falakot helyeztek át, lambériát helyeztek el, nyílászárókat festettek, és a melegpadló burkolat cseréjére is sor került. Saját forrásból, önkormányzati költségvetésből biztosítottuk a 4.800.000 forintot, amiben ez a munka került. Én bízom abban, hogy ez a munka egy erőteljes kezdet, és a folytatásban a tankerületi központ ígérete alapján és az ő költségvállalásukkal a vizes helységek és a folyosók burkolására is sor kerül. Az azért jóval komolyabb feladat lesz, mert 56 millió forintot igényel.